Szervusz, köszöntelek az Elemzés Központ portál előadásán. A mai témánk a gazdasági növekedés és a részvénypiac hozamának, hozama közötti kapcsolatnak a, 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 vizsgálata lesz. És itt tulajdonképpen arról lenne szó, hogy ugye az általános várakozások, vagy az általános nézet szerint olyan országokba érdemes befektetni, melyek a jövőben várhatóan nagy gazdasági növekedés előtt állnak, hiszen ha ezeknek az országoknak a részvénypiacán fektetünk be, akkor, akkor részesülhet a, a befektető ezekből a ezekből a nagy hozamokból a nagy gazdasági növekedésen keresztül. A probléma csak az, ezzel a, az összefüggéssel, hogy ahogy majd kiderült az előadáson, múltbeli vizsgálatok nem mutattak ki erős, pozitív kapcsolatot a nagy gazdasági növekedés és a, a rész, az adott ország részfénypiacen elérhető hozamok között. Meg fogjuk beszélni azt, hogy mi annak az oka, hogy a múltban egyes országok esetében azt lehetett tapasztalni, hogy a részvénypiaci befektetők nem részesültek a gazdasági növekedésből. Erről lesz szó az előadáson, illetve szó lesz arról is, hogy ha nem a gazdasági növekedésen múlik az, hogy egy adott ország részvénypiacának a jövőbeni hozama hogyan alakul, akkor mégis milyen tényezők azok, amelyek hatással lesznek a részvénypiacon elérhető jövőbeni hozamra. Ha körülnézünk a befektetési piacon, akkor nagyon-nagyon sok ilyen tematikus földrajzi régiókra specializált befektetési alapot, ETF alapot találunk. Ezek kifejezetten azt célozzák meg, hogy megpróbálják megkeresni azokat a régiókat, országokat ahol várhatóan a jövőben nagy gazdasági növekedés lesz. Ugye, fel, általában ezt felszokták osztani fejlett országokra, fejlőd az, az emerging market, és vannak a feltörekvő frontier országok, és hát ehhez kötött befektetési alapokkal, ETF alapokkal találkozunk. És ezek alapján, mondok egy példát, népszerűek vagy népszerűek voltak az elmúlt egy évtizedben, és korábban is a, a kínai befektetési alapok, a Kínához kötött LTF alapok. Egész egyszerűen azért, mert Kínában nagy gazdasági növekedést prognosztizálunk a következő időszakra, és ezzel szemben például Argentina kevésbé népszerű befektetési célpont, mert ott nem várunk nagy gazdasági növekedést. Ahogy pedig néhány mondattal korábban utaltam rá, a probléma az ezzel a megközelítéssel, hogy nincs szoros kapcsolat a gazdasági növekedés és a részvényekkel elérhető részvénypiaci hozamok között. Nézzük is talán az első fontosabb szempontunkat, ugye hogyha ha vizsgálódunk a témában és múltbeli adatokat nézzünk, akkor általában előkerül az Egyesült Államok gazdasága. És az Egyesült Államok gazdasága nagyon jó példa arra, hogy jelentős gazdasági növekedés volt évtizedeken keresztül, és tulajdonképpen azt láthattuk itt az utóbbi néhány évtizedben, vagy azt mondom, utóbbi 70 évben, második világháború óta az amerikai GDP az, az folyamatosan növekedett, gyakorlatilag a kilencszeresére bővült. Ezzel együtt egyébként a tőzsdéken magas hozamot lehetett elérni. Ismert, hogy az elmúlt 100 éves átlagot nézve az SP 500 index hozama az, az 10% volt. Sokszor egyébként ez a, ez a 10%-os hozam elvárás fogalmazódik meg befektetőkben, még akkor is egyébként, hogyha a múltbeli hozam az, az nincs összefüggésben a, a, jövőbeni hozammal. A látható az Egyesült Államok példáján, hogy, hogy ez megerősíti azt a, azt a gondolatot, hogy a nagy gazdasági növekedés az együtt jár a, a magas tőzsdei Hozamokkal. azonban nem szabad arról megfeledkezni, hogy az Egyesült Államok gazdasága egy speciális eset, egyetlen egy gazdasága a sok közül, amelyik ezt a, ezt a, kivételes teljesítményt az elmúlt száz évben meg tudta tenni, és az, hogy ezt utólag ilyen egyértelműnek látjuk, az megint az egy másik probléma, ez az úgynevezett hindsight bias torzítás, azaz utólag visszatekintve, ez teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államok lett a világ legnagyobb gazdasági hatalma, azonban, hogyha visszamennénk a múltba, akár az 1900-as évekbe, akkor ott jól látható, ahogy egyébként a, a baloldali ábránkon is, hogy az Egyesült Államok gazdasága, vagy részvénypiaci kapitalizáció még nem volt jelentős, hogyha a globális kapitalizációt nézzük. A legnagyobb gazdasági hatalomnak az Egyesült Királyság, vagyis hát Nagy-Britannia volt akkoriban tekinthető, ugye kiterjedt gyarmatbirodalommal, tulajdonképpen a legnagyobb gazdasági hatalom volt a, a 20. század elején, és ugyanez a helyzet, mint amit most látunk az Egyesült Államok esetében, ez teljesen egyértelmű volt akkor, hogy az, egy, hogy az Egyesült Királyság vagy Nagy-Britannia lesz a, a, a meghatározó gazdasági hatalom, és nagyon-nagyon kevesen kérdőjelezték meg abban az időben, hogy a következő évtizedekben nem, az Egyesült Királyság lesz a vezető gazdasági hatalom. Tehát akkor az volt az egyértelmű. És az, hogy az Egyesült Államok lesz a legnagyobb gazdasági hatalom, az egyáltalán nem volt biztos még a 28-29-es gazdasági válság idején sem, akár a második világháború előtt Németországra gondolunk, ugye a harmadik birodalom felemelkedése idején sem volt az egyértelmű, de nem volt az egyértelmű a második világháború után, a hidegháború alatt sem. Ez gyakorlatilag az utóbbi 30-40 évben vált egyértelművé, hogy az amerikai gazdaság a világ legnagyobb gazdasági hatalma. És ebben a tekintetben arra szerettem volna rávilágítani, hogy egyetlen egy esetből vonjuk le azt a következtetést, hogy a nagy gazdasági növekedés az a részvénypiacnak is jó, és a részvénypiaci hozamokat is támogatja. Ugyanakkor, ha megnézzünk átfogó kutatásokat, és itt most kiemeltem egy grafikont J. Ritter munkájából, Erről azt kell tudni, hogy egy száz éves visszatekintés és 16 ország vonatkozásában, és gyakorlatilag az 1900-as években ez a 16 ország becslések szerint lefette a, a világ részvénypiacának, illetve a kapitalizációnak 90%-át. Ebben a vizsgálatban egyfőre jutó real GDP alapján Vizsgálták meg az egyes gazdaságokat. Ez, ez tulajdonképpen a Real GDP per capita mutató, és ez annyit jelent, hogy inflációval korrigált, egyfőre jutó GDP került kimutatásra. Ezzel mérjük ma is azt, hogy mely országok a, a gazdaságilag legfejlettebbek. Tulajdonképpen ezt lehetne mondani értelemszerűen, ha egy jutó GDP az magas, akkor az az ország gazdaságilag fejlett, ott magas az életszínvonal, és ez azt is jelenti, hogy ha egy száz éves vizsgálatot nézzünk, akkor ha ennek a GDP, egyfőre jutó GDP-nek a növekedés üteme magas, akkor az egy, az egy, gyorsan, fejlődő, gyorsan fejlődő gazdaság. Ez az alábbi, illetve itt az itt látható grafikonon sárga színnel került feltüntetésre, tehát egyes országoknál sárga színnel látjuk azt, hogy az elmúlt száz évben milyen gazdasági növekedés következett be. Ez egyfőre van kivetítve, és nagyjából azt lehetne mondani, hogy egy és három százalék közötti éves mértékeket látunk, és jól látszik a grafikonon mellette zöld oszlopokkal az adott ország tőzsdéjén elérhető hozam, és megfigyelhető az, hogy több olyan esetet is tudunk mutatni, amikor egyébként a GDP növekedés az magas volt, például Japán esetében, a tőzsdén elérhető hozam nem volt kiemelkedő hiszen a kiemelkedő tőzsdei hozamokat, azokat tulajdonképpen itt a, a jobb oldalon találjuk, ugye az magasabb zöld oszlopok, és látható, hogy ott kifejezetten vannak olyan országok is, ahol egyébként a gazdasági növekedésnek az üteme az, az alacsony volt. Azt lehetne tehát ezek alapján mondani, hogy nincs egyértelmű korreláció a magas GDP növekedés és a részvénypiacon elérhető jövőbeni hozam között. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a magas GDP növekedés az, az nem előnyös egy, egy ország, egy társadalom számára, hiszen hiszen ez a gazdasági növekedés az együtt járt azzal, hogy a, a, az állampolgárok gazdagabbak lettek, magasabb fizetést kaptak, jobbak lettek az életkilátásaik, jobb, jobb lett az életminőségük. Tehát a, a nagy gazdasági növekedéssel a fogyasztók, az alkalmazottak jól jártak, viszont az kérdéses, hogy a részvénypiaci befektetők jól jártak-e ezzel a, a gazdasági növekedéssel. Nem szabad félreérteni ezt a vizsgálatot hangsúlyoznám, nem azt jelenti, hogy nem számít, hogy egy ország gazdasága jövőben zsugorodni fog, vagy növekedni fog. Ennek igenis van jelentősége, tehát egy zsugorodó ország esetében a zsugorodó részvénypiacra számíthatunk. Annak nincs jelentősége, hogy ez a GDP növekedés ez magas, vagy alacsonyabb lesz. Tehát nincs annak jelentősége, ez szerint a vizsgálat szerint, hogy a jövőben egy adott országnak a, a GDP bővülése az 3% vagy 7% lesz. Egész egyszerűen ez a tényező nem hat közvetlenül a részvényekkel elérhető hozamra. A kérdés csak az, hogy mi lehet ennek az oka, hogy nincs ilyen közvetlen kapcsolat. Tehát nem látjuk egyértelműen azt, hogy ahol nagy gazdasági növekedés volt az elmúlt száz évben, ott a részvénypiaci hozamok is magasak voltak. Ennek összetett oka van. Az egyik ilyen, hogy a befektetők azok után, a részvények után kapnak hozamot, vagy azok után lesz árfolyam nyereségük, amelyet a jelenben birtokolnak. Tehát ha most befektetünk, akkor most megvásárolunk x darab tőzsdei társaságot, akár ETF alapon, akár befektetési alapon keresztül. Azonban, hogyha megnézzük a tőzsdéket, akkor látható az, hogy a tőzsdéken nincsenek állandóan ott a, a tőzsdei társaságok. Ha az amerikai részvénypiacot nézzük, és az elmúlt 90 évet, akkor a, a medián értéke 7,5 év vannak hogy a tőzsdei társaságok mennyi időt töltenek a, a tőzsdén. Tehát a tőzsdei társaságoknak a fele az amerikai részvénypiacon az 7,5 évnél kevesebbet volt elérhető a tőzsdén. Ez tulajdonképpen azt jelentett, hogy kivezették valamilyen okból a tőzsdéről, például azért, mert csődbe ment a társaság, felvásárolták, és hát a, az okokat lehetne sorolni. De úgy néz ki a helyzet, hogy az elmúlt 90 évben 26 ezer tőzsdei társaság került a, a, az amerikai részvénypiacra, és ebből 22 ezer az, az kilistázásra került. Ha megnézzük most a New Yorki tőzsdét, akkor ilyen 4 ezer néhány száz részvényt fogunk találni a tőzsdén. Tehát a jelenben mi befektetünk, azonban a gazdasági növekedés az együttjár jár azzal is, hogy nem csak ezekbe a cégekbe áramlik majd be a megtakarítóknak a, a, a befektetése, hanem új iparágak születnek, és olyan vállalatokba kerül a, a, a megtakarításokból, a pénz, amelyek nem is léteztek a befektetésünk pillanatában, illetve arról se feledkezzünk meg, hogy nem csak részvénybefektetések léteznek, tehát egy adott ország megtakarítói befektethetnek vállalati kötvényekbe, befektethetnek ugye a másodlagos részvénykibocsátások során is az adott társaságba, és ezek nem feltétlenül azok a helyzetek, amikor egyébként a korábbi részvénytulajdonosok ezzel nyernek. Tehát ezekkel is bővül a részvénypiac, növekszik a részvénypiacnak a kapitalizációja, viszont a korábban befektetők ebből nem részesülnek egész egyszerűen. Közgazdászok széles köre egyébként vizsgálta azt, hogy mi áll a, a hátterében annak, hogy nagy gazdasági növekedés tapasztalható egyes országokban. Ebben a témában egyébként Paul Krugman és Elvin Yang a, a Szovjetunió a gazdasági növekedését 1930-1970 között vizsgálta meg, illetve az ázsiai országok 1960-1993 közötti gazdasági növekedését vizsgálták meg alaposabban, és itt tulajdonképpen megállapítható volt ezekből a visszatekintésekből, hogy a nagy gazdasági növekedés az együtt járt azzal, hogy hatalmas mennyiségű, kihasználatlan munkaerőt tudtak bevonni a termelésben, ezt alacsony tőke költség mellett, és ez együtt járt azzal, hogy magas volt az adott országban a megtakarítási ráta. Emellett pedig ezek az országok a technológiát, a különböző importált technológiát technológiákat, és sikeresen alkalmazni tudták. Tehát ezek együttese eredményezett ezekben az országban magas gazdasági növekedést, és ebből látható az is, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez együtt jár azzal, hogy a már meglévő cégek azoknak a nyeressége növekedni fog. És erre számtalan példát láthatunk, nem feltétlenül kell a Szovjetuniót, vagy az ázsiai országokat megvizsgálnunk az Egyesült Államokban gondoljunk csak arra, hogy a 20. század második felében a légitársaságok, a számítógépes hardvereket gyártó cégek, az autógyártók, a gyógyszercégek részvényei, illetve ezek az iparágak jelentős növekedésen estek át. Ebben az időszakban egyébként, hogyha visszanézünk, a vasútipar, az acélipar, vagy a dohány részvények azok már gyengén teljesítettek, tehát a 20. század második felében. Viszont, hogyha az utóbbi néhány évtizedre visszatekintünk, az utóbbi három évtizedre, akkor, akkor látható, hogy az utóbbi három évtizedben a légitársaságok vagy az autogyártó cégek gyengébben teljesítettek, annak ellenére, hogy előtte egyébként jó eredményt hoztak. Tehát nem lettek gazdagabbak a részvények, mondhatnánk azt. Annak ellenére, hogy ezek az iparágak vezetői iparágak voltak a, a múltban. És ugyanez megfigyelhető a a gyengébb teljesítménynyújtó iparágak iparágok esetében, például a kiemelhetném a dohányiparágat, akkor gyengébben teljesített a 20. század második felében, az utóbbi három évtizedben pedig jobban teljesített ez az iparág. Jól megfigyelhető tehát az is, hogy egyes iparágak évtizedek múlva gyengébben fognak teljesíteni. Ez még tegyük hozzá azt, hogy megfigyelhető az is, hogy azok a társaságok tudnak tartósan nyereséget termelni, amely iparágakban a versenytársak száma az korlátozott volt. És ami a legfontosabb, hogy a gazdasági növekedés az nem okoz általános nyerességnövekedést a, a részvénypiacon, és sokszor olyan társaságoknak a nyeressége növekszik, amelyek a jelenben nem léteznek. Tehát olyan társaságok adják a a tőzsdék jövőbeni hozamát, amelyek most még nem is léteznek. Ugye első nekifutásra azt gondolnánk, hogy a tőzsdéken a, a kapitalizáció növekedés az tulajdonképpen úgy játszódik le, hogy a meglévő társaságok évről évre nagyobb nyereséget termelnek, majd a nyereség egy részét újra befektetik, és még nagyobbak lesznek ezek a társaságok. Ezt láthatjuk egyébként a mai napon is, akár a technológiai szektorban. Ugyanezt láthattuk egy száz évvel korábban a, a vasúti iparág esetében is, hogy egyre a nyereséget újra befektették ezek a cégek, és újra és újra befektették, és végül az amerikai részvénypiac kapitalizációjának 60%-át kitette a, a vasútipar, már ez az iparág a, a, a teljes részvénypiac tized át teszi ki. Tehát nyereség újra és újra befektetése az nem generál kapitalizáció növekedést hosszú távon. A kapitalizáció növekedés jelentős részét az eredményez, hogy új cégek jelennek meg a tőzsdén, ezekbe befektetnek a, a befektetők, és ezeknek a növekedése járul ahhoz hozzá, hogy a tőzsdéken magas hozamot lehet elérni. Ebből viszont a múltbeli befektetők nem biztos, hogy részesülni fognak. Elég, ha csak megnézzük egyébként a a jelen helyzetet, és akár gondolok itt a Teslára, a Facebookra, vagy akár egy kicsit többet megyünk vissza a múlva, akkor a Google-re. Ezek a társaságok néhány évtizeddel korábban nem is léteztek, vagy ha léteztek, akkor, akkor a piaci kapitalizációjuk az az nem volt jelentős. Ma meg már benne vannak a, a 10 vagy 20 legnagyobb, tőzsdétársaságban az amerikai részvénypiacon, és attól függ, melyikről beszélünk. Összegezve tehát a lényeget, azt lehetne mondani, hogy a múltbeli kimutatások szerint a gazdasági növekedés mértéke és a részvénypiaci hozamok között nincs pozitív kapcsolat, tehát nem számított a múltban, hogy 3% vagy 7% volt az egyfőre jutó GDP bővülés, ez nem állt összefüggésbe a részvénypiaci hozamokkal. Megpróbáltam azt is megmagyarázni, hogy mi ennek az oka. Egyrészt az, hogy a tőzsdei társaságok jönnek-mennek a, a, a tőzsdéken, és mi a jelenben fektetünk be, és sokszor a jövőbeni tőzsdei hozamokat olyan társaságok, olyan iparágak okozzák, eredményezik, amelyek még a jelenben nem léteznek. Ezek után felmerülhet az a kérdés, hogy akkor, ha a gazdasági növekedés nem számít, akkor mi az, amire érdemes odafigyelni, és ugyanígy J. Ritter professzornak a véleményét, gondolatait vinném tovább. Alapvetően három fontos tényező van, amire érdemes odafigyelni. Az egyik az, hogy azok a tőzsdei társaságok mekkora nyereséget termelnek. Ez tulajdonképpen a Péper elmutatót jelentené, és ez a pépere mutatónak akár a módosított változatáról beszélünk, ugye a képmutatóról, az a Schiller pépere mutatóról. ezekről kimutatható, hogy összefüggésben áll a jövőbeni hozammal, azaz előre tudja jelezni a jövőbeni hozamot, tehát az számít igazából, hogy ezek a gazdasági társaságok mekkora nyereséget tudnak termelni, ez fogja meghatározni azt, hogy a jövőben milyen hozamokat lehet elérni a tőzsdén. Ez a legfontosabb. A másik fontos szempont, hogy a nyereségnek mekkora részét fordítják ezek a társaságok saját részvény visszavásárlásra vagy osztalék kifizetésére. Egész egyszerűen azért, mert ezekből közvetlenül haszna van a befektetőnek. Hát ugye a saját részvény visszavásárlás az emeli a. A, növeli a részvény árfolyamát, az osztalék pedig kézzel fogható eredményt jelent. Illetve van egy harmadik tényező, mekkora valószínűsége, milyen valószínűsége van annak, hogy a jövőben várható nyereség, tehát ez a normális nyereség, ez elveszíti a reál értékét. Gondoljunk itt arra, hogy polgárháború, háború tör ki, valamilyen rendkívüli esemény, katasztrófa, nagyon magas infláció, és ezeknek az eseményeknek a valószínűsége határozza meg azt, hogy a jövőben a részvénypiacon, az adott országi részvénypiacán milyen hozamokat lehet elérni. Tehát szoros összefüggésben a részvénypiac jövőbeni hozamával kapcsolatban ez a három tényező van a Ritter professzor tanulmánya szerint, illetve ehhez hozzátenném azt, hogy más vizsgálatok arra is rámutattak, hogy Összefüggésben áll a részvénypiac értékeltsége a népesség növekedésével és a koreloszlás változásával is. Azaz megfigyelhető az, hogy öregedő társadalmakban, és ezt úgy vizsgálták, hogy a középkorú korosztály, tehát a 40-49-ig, és az idősebb korosztály, ugye a 60 évtől 69-ig, aránya hogyan változik a társadalmon belül. Ha növekedett a középkorúak aránya a társadalmon belül, akkor ez együtt járt az amerikai részvénypiac értékeltségének növekedésével. Tehát drágult a részvénypiac, emelkedett a, a, a részvények árfolyama, legalábbis jobban emelkedett a részvények árfolyama, mint ami a nyereség alapján várható volt. Ugye ez a bizonyos képmutató, tehát a Schiller-Péperem mutatónak az összefüggése, amiről tudjuk egyébként, hogy a magasabb érték, az együtt jár az alacsonyabb jövőbeni hozammal. És az is nagyon jól megfigyelhető, hogy amikor az idősek aránya növekedett a társadalmon belül, akkor pedig a részvénypiac értékeltsége csökkent. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a részvények, azaz magasabb lett a jövőbeni hozam. Tehát egész egyszerűen abból a logikából kiindulva, hogy az idősebb korosztály Kevesebb részvényt vásárol, tekintettel arra, hogy rövidebb befektetési időtávra a részvények annyira nem alkalmasak, vagy nagyobb a kockázatuk. Ezért az öregedő társadalmakban azt lehet megfigyelni, hogy a részvénypiac értékeltsége alacsonyabb lesz, azaz csökken a részvényeknek az árazása. Jól látható ebből, hogy a részvényekkel elérhető jövőbeni hozamra nagyon-nagyon kis hatás gyakorol az, hogy milyen volt a múltbeli hozam, és ahogy eddig láttuk, a gazdasági növekedés sem áll szoros kapcsolatban azzal, hogy mi várható a jövőben a, egy adott ország piacán. Köszönöm a figyelmedet, hogyha tetszett ez az előadás, akkor iratkozz fel Youtube értesítőkre!